Szeretettel köszöntünk benneteket. Itt van velünk Forrai Niki, aki a Ballon World Hungary-nek a tulajdonosa, és természetesen rajtam kívül állandó beszélgető partnerem Kozma Rita is itt van. És Nikiről azt érdemes tudni, és azért őt hívtuk meg erre a beszélgetésre, meg azért ő a központi alakja ennek az idei Elég jó vagyok napnak, mert azt gondoljuk, hogy ebben a válságos időszakban, ami már hát 2,5 éve legalább tart, és nehezedő pálya volt, azt hiszem, nagyon nagy szükségünk van motivációra, és arra, hogy sikerül egy kicsit elkezdjünk másképp gondolkozni, mert azt gondolom, hogy minél inkább alkalmazottként dolgozik az ember, és minél inkább ki van téve a mások által eldöntött helyzeteknek és körülményeknek, annál kevésbé gondolja azt, hogy egy ilyen időszakban mondjuk sikeressé lehet válni, és nem biztos, hogy ugyanaz az elképzelése sikerül, mint egy olyan sikeres cégtulajdonosnak, mint te, Niki, akinek közel 1 milliárd forintos bevételű cége van, és azt most nem emlékszem pontosan, ez az én hibám, hogy melyik évben is alapítottad, de hogy az elmúlt időkben már annyira sok válságot és nehézséget túlélt, és olyan kalandosan indult a történetet, már szerencsére többször hallottam, és nagyon inspiráló számra, hogy ami a legfontosabb nekem, az az, hogy emberként, vezetőként és sikeres nőként is egy példaképet látok benned az én életemben, és nagyon hálás vagyok, hogy úgy alakult, hogy egyszer találkoztunk személyesen, és azóta többször is számíthattam már rád, meg tanulhattam tőled, és szeretném, ha azok, akik minket szeretnek Ritával olvasni, hallgatni, szintén tanulhatnának tőled, úgyhogy nagyon örülünk, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát nagyon nagy örömmel jöttem, és a kérdésre válaszolva, ez a 90-es évek eleje. Igen. Amikor szerintem szintén egy nagyon érdekes helyzet volt a mai helyzethez, akár mondhatnám, hogy hasonló. Én kezdetekkor rengeteg nehézséggel néztem szembe. Ezt most annak a korosztálynak mondom, aki akkor született. Vagy utána. Bőven utána, igen. Általában beszélgetek fiatalokkal. Jaj, 95-ben kezdted, én akkor születtem. Ez a párbeszéd zajlik le. Hogy azok az évek milyenek voltak, csak így összehasonlításban, hogy mi történik most. Ő 89-ben hullott le a vasfüggöny, és akkor lett úgymond szabad vállalkozni. Nyilván azt se tudtuk, hogy eszik vagy isszák a vállalkozást, és ugye semmi segítségünk nem volt, nem volt YouTube, ahova beütöm, hogy how to, vagy bármilyen információt megtalálhatnék, podcastek, Zoom, semmi, zero. Tehát volt az a telefon, amit így felemelted a kagylót és tárcsáztál, szerencsés esetben, mert akkor például még nekünk otthon nem volt telefonunk sem, tehát tárcsázós sem, és a mobiltelefon is így évekkel később jött be, tudod, az ekkora féltégla. Tehát azért ott voltak nehézségek, nem voltunk benne az Európai Unióba, tehát hogyha én ilyen kereskedőként indultam, tehát ez full macera a vámolástól elkezdve az áru behozatal, tehát el nem tudjuk képzelni, hogy a processzek milyen nehézségek, plusz ugye a kommunikáció, akár partnerekkel, akár vevőkkel, vagy akár csak egymás között találkozni akartunk, írtam egy levelet, és vártam a választ, hogy 3 hét múlva jött a választ, hogy akkor a mexikói úton, ezen a dátumon, 17:30. Tehát, hogy egész más és lassabb világ volt, és hogyha így a gazdasági banki környezetet megnézem, ezt soha nem hiszik el nekem, mármint akkor sem hitték el amerikai barátaink, hogy hitelt felvenni mi 40%+ tudtunk, ha egyáltalán hiteleztek a bankok. Tehát nem, hogy 10 fölött, vagy 10 alatt, nem, 40 fölött, és akkor így tervez. És én akkor alapítottam ugye a Kft-t, te most, szerintem nem baj, ha úgy érzed, hogy fordítva ülsz a lovon. Én végig fordítva ültem, nagyon sok mindent teljesen másképp csináltam, mint a megszokott, főleg férfi vállalkozók, de jelentem azt, hogy így is lehet.
Mielőtt átadnám a szót, hogy igazából az első kérdés az majd a Ritály lesz, csak ugye a bemutatkozásra reagált el, csak még annyit hagyd tegyek hozzá, hogy elsősorban ugye vélhetően nem vállalkozók fogják nézni ezt a mait, és nem is az a célunk feltétlenül, hogy átavanzsálódjatok vállalkozóvá, csak a szemléletet vigyétek magatokkal, hogy megéri kitartani, meg hogy sokkal nehezebb időszakokat is nagyon sikeresen át lehetett vészelni. A mindsetet akarjuk nektek átadni, úgyhogy akinek esetleg zavaró a vállalkozói példa, el is tekinthet tőle, mert a lényeg az út sem ez. Úgyhogy ennyit akartam. De majd mondani. Igyekszek nem csak vállalkozói példa. Van bőven jó példa másra. Mert nehézségből volt bőven. Pont erre akartam egyébként így rátapintani, és egy picit tényleg így eltekinteni. Most nem is a vállalkozói léttől, mert valaki vállalkozó, valaki alkalmazott, és amit mondtál, Évi, nagyon jó, hogy kihangsúlyoztad a mindsetet, hogy ami nekem így, Niki, először eszembe jut rólad, vagy amikor így először szembe jöttél velem, és utána egyre többször is és rád kerestem, utána már tudatosan, és nézegettem a tartalmaidat, a ragyogás jutott eszembe, és most nem akarok nagyon ilyen spirit lenni, hogyha most itt lenne Bugár Anna barátnőnk, akkor ő nagyon bólogatna, mert neki nagyon tetszene, hogy ilyen spirit irányba megyek el, de nem akarok annyira az lenni, viszont a saját életemből is egy ilyen részlet, vagy egy ilyen példa, hogy amikor éppen magam alatt vagyok, vagy úgy érzem, nem megy tovább, akkor szokták mondani az ügyfeleim, barátaim, hogy de te mindig tele vagy energiával, úgy ragyogsz. És lehet, hogy van valami, de én magamban annyira ezt így nem tudom megtalálni, viszont nálad nagyon látom ezt, és nagyon érzékelem. És mit gondolsz, vagy te hogy érzed, hogy ez a belső ragyogás, ez az energia, ez ami előre visz, vagy legalábbis én így kívülállóként úgy látom, hogy ez előre vihet, vagy segíthet abban, hogy ne add fel. Ez valójában ott van benned, és tényleg támogatott téged az utadon, meg támogat ma is, vagy ez csak egy ilyen körítés, és hogy ez nem igaz, igazából csak tények vannak, nem adott fel, mész tovább, számok vannak, és vállalkozó van, egy nagyon sikeres vállalkozó, vagy ott van valami belső tűz, ami hajt téged. A lelkesedés. Erre a tűzre azt mondanám, hogy én lelkesedésnek hívom, de hogy vajon mitől van ez a ragyogás? Ez nálam egy döntés volt, képzeljétek el. Egy síbaleset után feküdtem a kórházba, elszakadt térszalagokkal, kereszt oldalszalag, minden szakadt, műtét, tehát nagyon-nagyon magam alatt voltam 20-as éveim elején, még mielőtt vállalkozni kezdtem, és egy apáca feküdt mellettem a kórházba. És látta, hogy mennyire szomorú vagyok, és volt nála egy könyv, és ezt odaadta nekem. Egy 3 napig feküdtünk egymás mellett, én 3 nap alatt ezt a pici könyvecskét elolvastam, és ez a könyvecskének az volt a címe, hogy az élet játéka. Nem tudom, a hallgatók között esetleg valaki ismeri ezt a könyvet, hogy az élet játéka egy kislányról szól, Poliannának hívják, aki a zord felnőttek világába, egyébként árva a kislány, meghalnak a szülei, a nagynényéhez kerül, aki egy nagyon morcos, kritikus, bántó személyiség, de a kislány egyszerűen nem adja föl a felnőtteknek, ennek a zord világának azt, hogy ő felvidítse őket, azt, hogy ő jónak lássa őket, akkor is, hogyha ők megsavanyodottnak tűnnek, mérgesnek tűnnek, haragosnak, vagy de ezt a sok negatív érzelmet, szóval a könyv végére a kislány így átalakítja az összes felnőttet maga körül, sokkal vidámabb és boldogabb emberkéké, és ezt szokták is mondani, hogy olyan poliannásan viselkedik valami, és akkor én így rácsodálkoztam erre a működési módra, hogy lehet így is, lehet ilyen hozzáállással is, hogy a jót meg, mindig a jót keresni, és a jót meglátni az emberekbe, és hogy egész más érzések keletkeznek bennem is, amikor így teszem rá valakire a figyelmet, és én ott valahogy elkezdtem játszani ezt a játékot. És működött. És ez nekem nagyon tetszett, hogy ha ezekkel az energiákkal közlekedek a világban, akkor annak egész más érzés kelt bennem is, tehát nem csak a környezetemben, és egyre nagyobb figyelmet tettem erre, hogy a jót keresni az emberekben, a jót meglátni az emberekben, és így viszonyulni az emberekhez. És akkor benned van az... Akár üzlet, akár család. Akkor meg is tapasztaltad, hogy így állsz az emberekhez, és akár ilyen embereket is vonzasz be az életedbe, vagy a
a munkád során is, tehát... Így van, így van. És tudod, mindig ez volt, hogy jaj, neked miért nincsenek nehézségeid, például munkatárs kiválasztásban, vagy valamivel. Nyilván nekem is vannak, de valahol ez egy olyan energia kibocsátás, ami egy olyan energiát vonz be, és szerintem egy nagyon jól működő játék, úgyhogy mindenkinek javaslom a könyvet is, meg a játékot is. Szuper. És mit gondolsz még egyébként, hogy minek köszönhető ez, hogy ilyen kitartó vagy? Tehát, hogy rossz időszakban lelkesedni, mármint kívülről nézve, objektíven is nehéznek számító időszakban, gazdasági környezetben, bármiben, politikai környezetben lelkesedni, az ilyen hát minimum nehezen érthető. Igen, és hogy vagy optimista. Igen, és hogy kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz arról, hogy mi az, ami lehetővé teszi a számodra, hogy annak ellenére is bízzál. Biztos van ebben élettapasztalat is, mert az eddigi sikerekre tudsz támaszkodni, de hogy azért nem mindig volt ennyi siker a hátad mögött, és már az elején is, ugye amennyire én hallottam a te történetedet, szóval, hogy ezer olyan nehézség volt az indulásban, most csak egy példa, hogy külföldre jártál árubeszerzés céljából, amit a mai világban egy csomóan nem tennénk meg, mert már túl kényelmesek vagyunk, te meg azt mondtad, hogy ó, persze, hát tehát úgy tűnt, hogy mindent olyan könnyedén veszel, hogy most így ezt kell megcsinálni ahhoz, hogy ez teljesüljön, aztán azt, és akkor, hát most ez a feladat, igen, akkor azt csinálom, de nem tudjuk, hogy csináltad ezt. Nekem valahol úgy érzem, hogy szerencsém van, mert szeretek dolgozni, tehát nekem nem okoz fáradtságot, meg törni a fejem, meg kitalálni dolgokat, meg megtanulni új dolgokat. Egyébként pont a napokban gondolkoztam el azon, hogy mi lett az az önmotiváció, amiért én ezt szívesen teszem, és csinálom, és lehet, hogy egy picit másképp állok hozzá, mint mások, vagy hogy erősebb ez a lelkesedésem. És amire jutottam, ugye maga a motiváció szó a movere, a mozgás latin szóból ered, hogy mi az, ami engem mozgat, mi az én miértem, amiért ezt ennyire nagy erőbedobással tudom csinálni, és én oda lyukadtam ki egészen visszamenve, így felfejtve a működésemet, hogy ez nem más, mint a segíteni akarás azoknak, akiket én nagyon szeretek. Tehát én a vállalkozást sem azért kezdtem el, hogy pénzt akarok csinálni, és gazdag akarok lenni. Azt mindig mondom a videóimban, az egy melléktermék tud lenni, de hogyha mondjuk benned van az a vágy, hogy az én esetemben ez az volt, hogy édesanyám is nagyon súlyos beteg volt, és a testvérem is. És hogyha benned van az a vágy, hogy nekik egy jobb életet biztosítsál, mert nincs más a családban, aki ezt megtehetné helyetted, és mondjuk nekik egy olyan minőségű orvosi ellátás, ami ugye pénzbe kerül, vagy szeretnél nekik örömet okozni egy nyaralással, ők ugye a két kis rokkant nyugdíjból ezt nem tehetik meg. Akkor ez ad egy olyan belső erőt, hogy mész és teremtesz. És megfigyeltem ezt mondjuk más amerikai videókban, úgy hallom megfogalmazni, hogy ha valaki nem elég éhes, ez a hungry, a Cardona is szokta mondani, a Gary Viner csak is, hogy nem elég éhes, akkor valóban nem olyan a teremtő erő szerintem, mert nincs meg az a hiány, amit beszeretne tölteni. Az én esetemben megvolt az a hiány, amit beszerettem volna tölteni, meg az a vágy, hogy adni. És a segíteni akarás, egyébként ez a mai napig kiszed az ágyból. Tehát nagyon sokszor vagyok úgy, hogy keveset aludtam, föl kell kelnem, úristen, miért csinálom, már nem is kéne csinálnom, de az mindig kiszed az ágyból, hogy tudom, hogy mert várnak, mert számítanak rám, mert kellek nekik, értsd jól, tehát hogy tudok adni, segíteni, és szerintem ez egy nagyon erős motiváció tud lenni. És hogyha valaki megtalálja tényleg a miértjét, ugye Simon Sinek ebben segít a 6 miért, vagy nem tudom hány miért kérdésével, akkor ez úgy lehet egy olyan erős mozgatórugó, amiből akár egy küldetés, elég rátok néznem, egy olyan erős küldetés is ki tud alakulni, mert ahogy ti is nagyon sok embernek segítetek, és ez mozgat. Ez tényleg nagyon mozgat. És kitartasz. Nem is magad miatt, de miattuk. Ezt a miértet kiemelted, én is nagyon szerettem, nagyon sokáig kerestem, tehát éreztem, hogy mi a miért, de nekem is az a Simon Sinek
irány az, ami, vagy általa kezdtem ezen gondolkodni, mennyire fontos, és mennyire könnyen feladhatja az ember, amit csinál. És annak is örülök, hogy kiemelted, hogy van, amikor ugye fáradt vagy reggel, mert nem aludtál jól, és igen, lehetünk fáradtak reggel, meg lehetünk betegek, meg történhet az életünkben valamilyen tragédia, és akkor is, ami tovább visz, az igazából az a végső cél, ha lehet ezt így mondani, persze a végső után is lehetnek újabb célok, de az a miért, amiért ezt igazából csináljuk, és ez a légy éhes, légy bolond, nekem ez van egyébként a képernyővédőben, a Steve Jobs, igen, a gépemben, és anyukám mondta egyszer, hogy hát ne akarj éhes lenni, mert én voltam éhes, és az nem jó. És mondtam, hogy nem úgy, és így elmagyaráztam neki, hogy hogyan, de hogy valójában talán a nem feladásnak az egyik kulcsa, és annyira örülök, hogy te, aki már ilyen régóta dolgozol, és sikeres vagy, és ilyen sok mindent elértél, hogy ezt megerősített, hogy akkor is, amikor mondjuk rossz paszban lehetünk, akkor is, hogyha tudjuk, hogy miért csináljuk ezt, akkor kevésbé adjuk fel. És mi van akkor, amikor ilyen, hogy mondjam szép szavakkal, ilyen helyzetben vagyunk, mint mostanság, és jobbra fordulunk, balra fordulunk, mindenhol, vagy kétségbe esett arcokat látunk, vagy szomorú arcokat látunk, és hát végül is van ok erre, hogy hogyan ne adjuk fel. Itt is a miért segíthet? A miért is. Egyébként én nagyon szeretem az idézeteket, nekem is mindig valami ki van rakva a notebookomra. Nagyon sokáig ugye Churchill mondta a háború, ez a never, never, never give up, ez a soha, soha, de soha ne add föl. És én szeretem ezt így kirakni idézetek formájában magam elé. Emlékszem fiatal éveimben ez, amit így mantráztam, hogy teher alatt nő a pálma, tudod, tehát már annyira fájt is, nehéz is volt, de tényleg teher alatt nő a pálma, és akkor ez egy ilyen belső mantra, egy biztatást adott nekem. Én amiben nagyon hiszek, az a tanulás és a folyamatos tanulás, mert ha valamit tudok, akkor lesznek válaszaim az adott kérdésekre, kihívásokra. Ha nincs tudásom, és azt nem tudom, akkor nem lesz válasz, nem lesz, vagy nem olyan jó megoldás születhet belőle. Tehát én ezt az élethosszig tanulást, legyen az bármi, és lehet, hogy éppen ami egy következő lépéshez hiányzik, nem csak az üzletbe. Én így magamnak személyes célként is kitűztem azt annak idején, ez a make your best version. Tehát, hogy hozd ki magadból a legtöbbet, és csináld meg valahogy a legjobb verziódat. És ez mindenkinél legyen, és mindenkinél más. Pont tegnap jött szembe a Mindville, itt nagyon szeretem a Vishen Lakhiani cégét és tanítását, és ők csinálják ezt a lifebookot. Amikor az életed minden területén kitűzöd magadnak a célt, és fejlődsz, és tanulsz, és eléred. Jó, mert biztos rá akarnak keresni a hallgatók, és én se értettem. Lifebook és Mindvilli. Vagy Mindvilli? Írjuk a chatbe, vagy a igen. Külön majd írjuk. A Mindvilli az egy ilyen képzőintézmény, és úgy hívják, hogy Vishen. Egy Vishen van így a Instagramon is, Lakhiani, beírtam a csetbe. Tehát pont az ő lifebookja jött velem szemben, most egy ingyenes workshopot tartanak, és igen, hogy tanulni, fejlődni, és kikerekíteni minden életterületen, kihozni magadból a legjobbat, hogy legyenek válaszaid a kihívásokra. És mindig azt mondom, hogy ami itt benne van, azt nem tudják elvenni, mert tényleg elvehetnek mindent, elveszíthetünk mindent, és már szakemberek is mondják, hogy valószínűleg veszteségekkel is kell számolnunk az elkövetkezendő időszakban, és nem csak cégként, vagy akár magánemberként, akár a lemondások, a takarékosság, ez az összehúzódás, ez a gatyamadzag meghúzás korszaka következik. De az egyik a tudás, a másik meg, hogy nagyon érdekes például én a csapatommal, amikor bejött a Covid, ugye mi teljesen padlóra kerültünk, tehát ez a 0-0, és 3 nap múlva csak pislogtunk, mint hal a szatyorba, hogy így eltűnt mindenünk, ami volt, és abban a pillanatban is azt a játékot játszottuk, és ahányan voltunk 20-an, ezt mondjuk akár barátokkal is meg lehet csinálni, vagy családdal, összeírtuk, hogy mi ebben a jó. Mert minden rosszban van valami jó. Yin és yang, nincs nappal éjszaka nélkül, nincs világos sötét nélkül. Tehát én Balin egyébként nagyon megtanultam, hogy ez a kettő
csak együtt tud létezni, és ez egyébként a balinézeknek annyira normális, csak ugye mi akarjuk mindig mindennek a fényes oldalát, és akkor minden árnyék nélkül, de olyan nincs, hogy 24 órán süt a nap. És a csapattal összeírtuk azt, hogy mi ebben a jó. És megtaláltunk, azt hiszem 33 pontot írtunk, hogy még a COVID alatt is vannak élvezhető dolgok, jó dolgok, szép dolgok, aminek lehet örülni, és így valahogy egész más hangulatba hoztuk magunkat gyakorlatilag tudatosan. Ez hozzáteszek egy történetet, ha megengeditek. Én nem hittem Istenben, nagyon nem hittem Istenben, tehát hogy ez a tényleg ilyen elképesztően erős ateista voltam, és találkoztam hittérítőkkel, akik külföldiek voltak, amerikaiak, és nekem kellett angolul házit csinálnom, úgyhogy segítséget kértem tőlük. Ott már elmondtam, de talán neked, Niki, még biztosan nem. És azt mondták, hogy jó, persze, segítenek az angol házimban, de ez már felnőttként történt velem, szakfordító képzéshez kellett a házi, és mondták, hogy annyi fizetség kell, mert ugye ingyen tartanak angol órákat, hogy meghallgatom őket Istenről. És megkérdezték, hogy amúgy hiszek-e Istenben, rávágtam, hogy nem, de hát gondoltam, csak vagyok talán olyan intelligens, hogy egy órát kibírok, meg tudok beszélgetni, meg úgy tudok csinálni, mint akit ez érdekel, vagy leköt, szóval hogy így gondoltam, hogy hát legyen. És az egész életem megváltozott amúgy. Kérdezték, hogy miért nem hiszek Istenben, és még most is elérzékenyülök. És mondtam, hogy azért, mert ha létezne Isten, akkor nem engedte volna, hogy olyan rossz dolgok történjenek velem gyerekként, mint amik történtek velem. És akkor adtak egy, tehát a kezembe nyomták, egyébként ők mormonok voltak, van akinek rossz róluk a véleménye, nyilván én nagyon sokat köszönhetek nekik, meg nyilván van a mormon egyházból kivált nagyon sok rossz szekta is, meg minden, de hogy ez nem az az irányzat. És abban ilyen nagyon intenzíven, erősen benne volt, hogy egyszerűen nem tudnád megállapítani egy dologról, hogy az jó, ha nem létezne rossz. Mert nem lenne mihez viszonyítani. És erről szólt egyetlen egy vers részlet a Mormon könyvéből, és nem bírtam megszólalni, mikor ezt így elolvastam, hogy így, szóval olyan, nem tudom, úgy éreztem, olyan megvilágosodás, meg hogy olyan igazságot tudtam most meg, amire eddig soha nem gondoltam, és annyira síratnékom volt, hogy nem is válaszoltam utána a kérdésükre, mondtam, hogy most megyek, és akkor találkoztunk még egyszer, mert hát ezután meg már nyilván szerettem volna találkozni, ez már nem csak az angolról szólt, és akkor megint megkérdezték, hogy mi történt, vagy megkérdezték, hogy mi történt a múltban, és még akkor is annyira meg voltam hatódva, hogy nem bírtam beszélni, mert különben elsírtam volna magam. De hogy ott értettem meg, hogy nagyon sok dolog, ami velem történt, az lehetőséget ad arra, hogy nagyon sok dologról, ami azután fog más állapítsak meg, mert egymáshoz tudom viszonyítani. Ez ilyen tök rossz hangzik, mintha legitimizálnánk a tragédiákat, de hogy ez az igazság, hogyha nincs rossz, anélkül nem tudod megállapítani valamiről, hogy jó, hanem semleges lenne. Így van. És akkor én ott úgy éreztem, ezekben a beszélgetésekben, hogy megértettem, hogy akármilyen rossz dolog történt velem, és engem ez hajt, és ezért vagyunk most is itt, hogy azt át tudom váltani arra, hogy a tanulságaimmal majd segíthessek másoknak. És ugye onnantól, tehát a kutatásaim is ezért voltak, hogy majd a kutatásból a tanulságokkal már előrébb legyenek a szakemberek, az Insta oldallal a tapasztalataim egy része, meg nyilván ebben van szaktudás, és előrébb legyenek az emberek, és hogy tényleg érzem azt, hogy lehet az én nehézségeimen keresztül egy csomó embernek jó. Én ugyanezt figyeltem meg, Évi, hogy a legnagyobb mélységekből és a legnagyobb nehézségekből tudnak megszületni a legszebb és legmagasabb dolgok és eredmények. És nincs ez a fönt, ha nincs meg a lent, az ellenpólusa. Vagy annyira jó, hogy behoztad így Isten. Nekem is van egy megtapasztalásom azzal, hogy van egy felső erő, amire ha merünk hagyatkozni, akkor vezet.
akkor segít. Csak ezt meg kell engednünk neki. Velem is történt egy ilyen dolog. Nem tudom, van-e rá 3 perc, hogy, mindenki. Hogy elmeséljem ezt. Egyedül, hogy mertem eddig elmesélni. Egy tréningen voltam, egy ilyen warrior tréningen, nagyon durva feladatokba, fizikai feladatokba raktak minket bele, egy amerikai tréning volt Spanyolországba, de olyanokat kellett csinálni, hogy mit tudom én, katapultból kilőttek ilyen szakadék fölé minket. Tehát ez a tudod, amikor mindenkinek tele a gatyája, és akkor így, vagy 6 méter magasan fák között volt rajtunk heveder, de csukott szemmel, vagy letakart szemmel kellett végigmennünk kötélen. Tehát ez a fölmászni nem mertél, nem úgy végigmenni, tehát ez a, tényleg a félelem leküzdésre. Akkor volt egy olyan létra, hogy a fokok az én 2 embernyi magasságban voltak, és akkor másszál föl 4 fokot. De hát hogy? Hát a feléig nem érek el, és ugye a lényeg az volt, hogy csapatban kellett csinálni, tehát ez a húzod, vonod a másikat, és egymás segítségével valahogy végül is mindenki megcsinált mindent idővel. És volt egy feladat, ami egy labirintus játék volt, egy ilyen kis ligetes fás részen, kötelekkel összekötötték a kis fákat össze-vissza, jó nagy terület volt, és utána ez a blindfolding, tehát mindenkinek ugye teljesen betakarták a szemét, 2-ig nem láttál, na és akkor indulj el innen, és ott a labirintusnak a vége. És hát akkor ugye teljesen vakon indultunk, és ugye járt az agyam, az értelem, a ráció, hogy majd én jó okos leszek, és jól megfigyeltem ugye a betakarás előtt, hogy a nap azonnal süt, és majd, hogyha itt érzem az oldalamon a napot, akkor biztos, hogy jó irányba megyek, és majd kijutok. Hát ez a 2 perc után azt se tudtam, hol vagyok, ugye mész így a kötélen, tapogatsz, itt egy fa, nem vezet tovább másik kötél, akkor tudod, mi tapogatsz vissza, mész vissza a kötélen, akkor eljutsz egy fához, 3 kötél megy belőle, 3 fele, hát akkor választjuk a jobbikat, persze az is zsákutca volt, akkor visszamész, de már nem emlékeztél, hogy melyik a középső, melyiken idő. Nézd, 20 perces bolyongás után voltak egyéb csodálatos ötleteim is, az apukámtól tanultam kirándulást, akkor tudod, hogy a fák északi oldala mohás, és akkor majd, ha én jól kitapogatom a mohát, és akkor jól tudom, hogy merre van észak, és akkor majd jól kitalálok ott úgy arra nyugatra felejtős, és egy ilyen, szerintem egy fél arról már annyira ideges voltam, hogy sírhatnékon volt attól, hogy nem tudom megoldani a feladatot, nem tudok már mit kitalálni, és így emlékszem, hogy így fogalmas nincs, hogy hol voltam a labirintus mesén, de így mondtam, hogy kész, csúnyát is mondtam. Isten is benne volt. Mondom, én ezt kész feladom. És amikor így kiürült teljesen az elmém, és nem gondolkodtam többet, és nem kattogtam, és nem erőszakoskodtam, és nem akartam, és nem tudod ez a agresszíven menni, és csinálni, és megoldani. Egyszerűen csak mentem a kötelek végén, választottam egy következő kötelet, és egyszer csak azt éreztem, hogy valaki így megfogta a kezemet, és így mondták angolul, hogy kint vagy, leveheted. És tudod, és így, levettem, de ez 5 perc volt utána, a fél órás izzadás után. Mert többször meg akartam mutatni. Let go, let God. Wow! És így visszanéztem, a 25 fős csapat, az még a legelején bolyongott, és így néztem őket, volt fél órám sírni, míg a 25-ből a második kijött. És akkor onnantól kezdve, hogy nyilván tapasztalatmegoldás, újra el kellett játszanunk a játékot, onnantól kezdve elkezdtek guided girl-nek hívni, ugye ez a vezetett lány, mert egyébként tényleg nem lehetett volna tehát a bőrömön éreztem azt, hogy lehet vezetve lenni, csak engedni kell és hagyni. Tehát, hogy fantasztikus megtapasztalás volt, és igen, nekem is más a viszonyom ilyen tapasztalások után a terem. Ez valaki jelen van, valakit érzünk már, aki ugye már megtapasztalt. Tehát egyébként én is, nekem is voltak már ilyen, nem, tehát ez a labirintusos wow. Szóhoz sem jutok. Nekünk egy karambolnál volt egy ilyen megtapasztalás, 130-al defektet kapott a kocsi, és neki csapódtunk az egyik, illetve a másik szalagkorlátnak a párommal, és én éreztem valamit a vállamon. És nem azért, mert bebeszéltem magamnak, mert ennyire, mint ahogy Évi, nem voltam, nem azt mondom, hogy ateista voltam, csak olyan inkább ilyen közömbös, semleges.
de akkor úgy megnyugodtam. És ott pörögtünk a kocsival, és megnyugodtam. És igazából nem lett semmi bajunk, nekem egy pici agyrázkódásom. Ez is olyan érdekes, hogy még ezt hozzátenném, hogy ott, amikor történt ez a becsapódás, én akkor először nagyon megijedtem, és utána úgy voltam vele, hogy hát lesz, ami lesz. És lehet, hogy ez a ugye meditációnak is végül is ez a kulcs, hogy elengedjük azt a külső a kontrollt, ami ugye ránk hat minden szempontból, és akkor egy egészen más állapotba kerülünk. És ezért lett az én mantrám, amikor mondtad neki a mantrádat, hogy egy csomó évig a teher alatt nő a pálma, nekem több mint 10 évig a hagyd menni, hagyd Isten tenni. Hogy menni, hogy ez nagyon-nagyon jó. És hogy ettől függetlenül nyilván van egy csomó dolog, amiben van kontrollunk, és kell is vállalni érte a felelősséget, csak egy csomószor a görcsös akarás az a saját utunkba állást tudja jelenteni. Igen, igen. És képzeljétek el, hogy én utána most ezt is, nem tudom, mennyire szűk körbe vagyunk, de elmerem talán mondani. Nyugodtan mondani ezt szerintem. Hallod, és azóta... Tudom, hogy van, és beszélgetek vele. Tehát ez a legmókásabb. Meg kérek is. És tök jó fej, mert partner benne. Ugye nekem édesapám 6 éve halt meg, imádtam, szerettem, de el tudtam engedni. Anyukám 3 éve ment el, és ott nem tudom, mindig tele voltam kérdésekkel, és egy évre rá úgy nem tudtam, hogy vele mi van, hol van, fent van, megnyugodott, de az én lelkem se volt nyugodt, és akkor mindig kérem, hogy mondj valamit, üzenj valamit, mutass valamit, ugye annyi szimbólum, jel, minden van körülöttünk, jön szembe, és képzeljétek el, pár napra rá, csörgött a vekkerem korán, de még alhatok, kinyomtam, én a hálószobában alszok, de a nappaliba csörög a vekker, és valamiért kinyitottam, meleg volt a nappalinak az ajtót, és visszafeküdtem aludni, és egy 2,5 óra múlva a hasamra sütött a nap, így a hálószoba és a nappali között nekem van egy dolgozó szoba, és ott van egy nagy álló tükör. És így kinyitom a szemem, és így kinézek a dolgozó szobában, így nézem az álló tükör tetején egy hófehér galamb bent a lakásba. Nem tudom, mit csinálsz itt. Tehát a nappalin keresztül oda beült, és nézett. Igen. És az a fura, hogy a tükörre, tehát amit ugye megláttad benne magad a tükörben, és ott ült a galamb is. Nekem legalábbis ez elég ilyen csoda. Úgyhogy én ezt úgy értelmeztem, nyilván mindent értelmezhetünk bárhogy, hogy az anyukám üzent, hogy minden rendben is, és valahogy béke költözött az én szívembe is utána. Most kérdezott a ide. Engem is nagyon. Igen, mert ahogy én ezt most összefoglalnám, amit eddig beszéltünk, az, mert hogy ugye célzattal csináljuk ezt, segíteni szeretnénk, és egy picit így struktúrálnám, hogy beszéltünk arról, hogy nagyon fontos a sikerhez, bármilyen sikert szeretnénk elérni, legyen alkalmazottként, magánéletben, vagy vállalkozóként. Nagyon fontos, hogy legyen, ami motivál, és ezt meg kell keresni. Ebben tök jó, ha egy kicsit meghaladjuk magunkat, tehát ha nem magunkért, hanem valamennyire másokért is. És beszéltünk arról, hogy fontos, hogy, tehát említést tettem róla, hogy fontos ugyan, hogy felelősséget vállaljunk magunkért, de hogy elképesztően fontos, hogy a kontrollt időnként át tudjuk engedni, és hogy a nehézségeket, ha nem is tudjuk könnyen fogadni, mert senki nem, tehát hogy mindenki megszenvedi, és brutál pokoli tud lenni egy-egy pillanat az ember életében, és lesz is még sajnos mindannyiunk életében, de hogy visszatekintve nagyon sok csodálatos felállás történik ilyen pillanatokból, és ez nem jelenti azt, hogy akkor hazudjuk el a fájdalmát, meg a nehézségét ennek az egésznek, amin éppen keresztül megyünk, de hogy mondjuk lelki békével el lehet azt fogadni, hogy a kettő egyszerre, vagy együtt, vagy kart karba öltve létezik az életünkben, és máshogy nem, akárhogy küzdünk ellene, máshogy nem tud létezni. Ilyen például a gyász is, ami nekem szintén egy szemléletformáló gondolat volt, egy idős tanártól hallottam, amikor egyetemista voltam, hogy a gyász az a kötődésért fizetett ár. És hogy még ez is egy olyan dolog, ami
tehát nagyon rossz a gyász, de hogy valami jónak a jele. Hogy valami nagyon fontos, jelentőségteljes kapcsolódás volt az életünkben előtte. És hogy ezek tényleg nem léteznek egymás nélkül, és való igaz, hogy olyan típusú emberek vagyunk, akik itt szeretnénk a könnyebbik végét, meg azt reméljük, hogy csak a jó létezik, és hogy úgy szeretnénk negatív érzéseket elnyomni, hogy a pozitívak azért megmaradjanak, ez se lehetséges, tehát ha valaki a negatív érzéseit elnyomja, a pozitív is beszűkül. Tehát, hogy... Nyugati kultúra, nem? Tehát... Igen. Úgyhogy... Na, hát én még arra lettem volna kíváncsi, az eddigieket összefoglalva, nem tudom, kértem-e valamit, de hogy a mantráknak is tök sok jelentősége van, de hogy, hogy egyébként te hogy definiálod magadnak a sikert? Én? Igen. Mondom. De hallod, pont ugyanezt akartam elmondani kérdésnek. Komolyan? Én úgy örülök, hogy megkérdezted. Mert hogy mondjuk egyébként is vezetőként egy furcsa kategóriába tartozok, mert az én palettámon, meg alapértékeim között, meg így a csapatépítési stílusomban olyan szavak szerepelnek, mint mondjuk a törődés, vagy az önkéntesség, vagy a szeretet, például a 10. alapértékpontunk. Én nagyon az embert és az emberségességet helyezem a központba, és ez nekem nagyon bevált működési módvezetőként, és hogy igen, pont ma kérdezték, reggel is volt egy interjú, hogy mi nekem a haszon a siker, ugye, ha pénzben mérjük eredményben, akkor ez lehet ez a haszon, ez a pénz, az anyagiak, de ott is azt mondtam, hogy nekem évek óta, amiben én mérem a sikert, és vezetőként, cégtulajdonosként, az, hogy mennyire nyugodt életet tudok magamnak kialakítani, mennyire tudom egyensúlyba hozni magamat, mennyire tudok harmóniát teremteni magam körül is, és hogy milyen szinten van az én belső békém, és mennyire érzem jól magam, meg a körülöttem levő emberek is. Tehát, hogy nekem nagyon mások a mértékegységeim, mondjuk vállalkozóként így a sikerre, mert szerintem az emberi kapcsolatok azok, amik, nem tudom, minket boldoggá tesznek, örömtelivé tesznek, akár nyugodtá tesznek, tehát hogy felbecsülhetetlen értékük van, meg felbecsülhetetlen megtartó erejük. És ezért is nagyon szeretek adni. Adni, utána úgyis megtérül innen, onnan, amonnan, bárhonnan. Tehát ez egy olyan természeti alaptörvény, hogy ha ebben a működési módban így belerakja magát az ember, akkor egy csomó jó áramlik be az életébe, mert valahol ő is ugyanazt áramoltatja ki. És a közösségeknek hatalmas ereje van, és erre az erőre nagyon nagy szükség lesz az elkövetkezendő időben. Nem csak az üzleti világban, a családi, a baráti és más közösségek esetén is. Tehát ebben az időszakban különösen fontos lehet, hogy csatlakozzunk olyan közösségekhez, amelyek önazonosak velünk, vagy amelyekben jól érezhetjük magunkat. Lehet szó az akár, most csak hasamra ütök, mondjuk a állatbarátok közössége, vagy a vegetáriánusok közössége, most csak mondtam néhány olyan dolgot, ami nekem fontos, de hogy ne maradjunk egyedül, akár ugye az online térben is, mert egyrészt nagyon sokan eleve egyedül vannak, és ugye még mindig sok helyen megmaradt a home office, az otthoni munka, vagy éppen eljárnak dolgozni, de sietnek haza, vagy aki tanul, ugyanúgy siet haza, és otthon van egyedül adott esetben, vagy akár társas magányban, mert az is elképzelhető, hogy akkor keresünk olyan építő, támogató közösségeket, amiben otthon érezzük magunkat? Igen, és hasonszőrűek között, ugye ott jól is érezzük magunkat, és hogy kapcsolódjunk, és amit én mondanék, hogy mindig vigyünk, adjunk, hogy a vinni valamit, ez most itt jelképes, de ez az adni, ez a hozzájárulni, ez a többet adni, ez egy annyira jó energia, ami olyan szinten megtérül mindenben. Nem nagy dolgokra gondolok, kedves szó, mosoly. Tehát valakinek lehet, hogy te vagy az egyetlen, aki füligéről szájjal rávigyorog, és megsimogatja a vállát, és lehet, hogy az a váll érintés számára
egy hete nem volt ölelésben része. Tehát, hogy ingyen van, és ne fukarkodjunk vele, és legyünk mi azok, akik ezt önzetlenül adják. Bárhol. Utca, kevésbé ismerem, jól ismerem, közeli barátom, távoli barátom, ismerős, nem kerül semmibe. Nem. Ami viszont eszembe jutott, hogy az engem követőknek a jelentős része szerintem olyan önfeláldozásban tud élni, ami már megkeseríti az ő életüket, hogy én mindig adok, mindig én vagyok az, aki odafigyel, rám lehet számítani, de valahogy ezt nem kapom vissza, vagy a másik nem figyel oda, hogy nekem is jó legyen abban a kapcsolatban, tehát hogy sokkal a követőink közül egyoldalú párkapcsolatokban élnek, amiben az egyik félen sok múlik, a másik meg keveset ad bele. Ezeknek egy része megmenthető, meg megváltoztatható egy részéből, meg ugye nyilván érdemes lenne kilépni. De hogy csak ide akartam mellé tenni, hogy ez nem ugyanazt jelenti, hogy feláldozom magam, vállalom a másikért a felelősséget a saját károm ellenére is, hanem egyszerűen arról van szó, hogy nyilván amíg még erőmből telik, amíg jól esik. Tehát ahogy létezek a világban, de nyilván a határaimat meghúzom, én mérgező kapcsolatban nem maradok benne, amint felismerem, hogy és van hozzá erőm, akkor kilépek, mert a jövőm fontosabb, meg nem akarom feláldozni magamat. Tudom, hogy ez egy elég nehéz téma, de most így az alapvető működést az embertársainkkal, és igen, teljesen igazad van, hogy az egyensúlytalan kapcsolat sem jó, meg a saját egyensúlyunk felborítása sem. Igen, csak hogy úgy is lehet adni, meg mindig kicsit többet adni, meg ennyire előzékenynek lenni, hogy ez nem jelenti azt, hogy kizsigereljük magunkat, meg hagyjuk, hogy kihasználjanak. Tehát, hogy ebben azért lehet szeretettel határokat húzni, és azt mondani, hogy eddig és ne tovább, vagy az egyoldalú kapcsolatokat. Igen, és a képletben az is benne van, hogy magamnak is megadom az én időt, ha edzeni akarok, ha tanulni akarok, ha másokkal akarok hobbi barátkozás, bármi, igen, tehát nem a zsák utca. Igen. Ja, ez így fontos. Jó, hogy ezt, vagy ezzel így kiegészítettük szerintem. Olyan kérdésem lenne, Niki, hogy említetted már csak így éppensége egy picit, hogy a férfiak világában ugye vállalkozóként sikereket értél el, illetve Év is ugye elmondta, hogy már mi mindent elértél, hogy akár ebben az időszakban, ami most van, akár bármilyen időszakban, tehát nem csak az ilyen válságos időszakban, nem is azt mondom, hogy nőként férfiak uralt a világ, nem akarom ezt most így feltétlenül. Hát az üzleti világ eléggé. Világban, igen. Hogy nem is csak a nemek erre szeretném így kihegyezni, hanem hogy hogyan merjünk lépni abban az esetben, hogyha úgy érezzük, hogy egy picit bátortalanok vagyunk, akár a mondjuk alkalmazottként is a főnökünkkel szemben, vagy szeretnénk pozíciót váltani, vagy szakmát váltani, de úgy érezzük, hogy nekünk lehet, hogy nem fog menni, mi ehhez a törékeny nők vagyunk, és egyébként is már nem tudom, mit hoztunk gyerekkorunkból, és elnyomás, és stb., hogy mi adott neked erőt, és mi ad erőt mai napig is abban, hogy te kiállsz, és elmondod, amit szeretnél, megcsinálod, amit szeretnél, és amikor mondjuk valaki azt mondjuk esetleg kinevetett, nem tudom, hogy volt-e ilyen, de hogyha esetleg valaki kinevetett, vagy valaki úgy nézett rád, hogy mit akar ez a kis nő, vagy adott esetben, hogy nevén nevezzem a gyereket, mit akar ez a kis szőke nő, akkor te ilyenkor mit tettél, és mi adott neked erőt abban, hogy... Vagy önbizalmat. Igen. Önbizalmat, igen. Én imádom Brené Brown-t, és ugye az ő két területe, az egyik a bátorság, a másik az sebezhetőség. Ugye magammal kapcsolatban is vizsgálom ezt a kettőt, most már vagy 30 éve, és szerintem köze van a bizalomhoz, és egyszer pont egy előadásban így összeszedtem, hogy mitől merek én csinálni, lépni, és igen, bántottak, lenéztek, amikor értékesítettem a termékeimet az elején, elhajtottak, megaláztak, rám se nézett, hát talált nekem, és úgy küldött el, hogy nem érdekli a kis portékám, és itt megint a figyelmemet vettem elő, hogy oké, tehát ez, de ezt 30 év múlva értettem meg ám, hogy ez az ő realitása, az ő valósága, ezek az ő
őt minősíti, ahogy bánik velem. Csak ezt mondjuk ott 20 évesen, tehát így sírtam, és csak arra tudtam gondolni, hogy de majd megyek a következő benzinkúthoz, ugye a kis világító csillagaimet árultam, és ott majd ott lesz ez a kedves szőkehölgy, aki mindig aranyos, aki sokszor rendel, aki kedves velem, és egyszerűen a bunkó pasiról, bocsánat, pont pasi volt a bunkó elnézet, átraktam a figyelmemet arra a kedves nőre, aki szeretetteli, és már akkor 20 évesen eldöntöttem, ha majd én 50 éves leszek, ugyanolyan üzletasszony akarok lenni, és ugyanolyan kedves akarok lenni mindenkivel, és ugyanolyan emberséges akarok, tehát ez a, hogy mire rakom a fókuszt, és benne van a bántás, a fájdalom, a, tudod, ez a, te mindig dolgozol, te mindig tanulsz, hát most már túl okos leszel, tudod, és ugye barátnőim férjei voltak azok, akik ez az állandó szurka jött az irányomba, hogy minek tanulsz annyit, Ez a, hogy lenéztek azért, mert én nekem voltak céljaim, és tanultam azért, hogy... Hát hogy vagy inkább tükröt tartottál nekik. Hát igen, az is benne volt, így utólag már ez, de akkor... De akkor úgy érezted, hogy lenézted. És idővel megtanultam azt, hogy a sebezhetőek vagyunk, bármit csinálunk. Sokszor nem rólunk szól, hanem róluk szól, de megtanultam azt, hogy a sebezhetőség az valahol egy erő. Ha megmered engedni, hogy te az vagy, mert mindenki az, és nem játszod meg, és én mindig úgy voltam vele, hogy én akkor is ilyen maradok, önazonos maradok, ha bántanak, akkor is megyek tovább, mert az én utam, nem az ő útja. Neki foglalkozom a saját útjával. Úgyhogy nekem ez a sebezhetőség tudatos vállalása, akár csapat előtt is, tehát én nem szégyellem elsírni magam, és nem játszom meg a keményet és az agresszívat. Na és akkor itt jön be az asszertív kommunikáció, ami még a kérdésre válasz, hogy ezt mindig is vonzott, szerettem, tanultam is, a csapattal is megtanultuk, és akkor ugye nem lesz se alárendelt, szubmisszív kommunikációban, illetve kapcsolatban se nem föntről és agresszíven tolod, hanem azt az egyenrangú kommunikációs nyelvet, ha megtanulod, akkor ez is olyan jól ki tud simulni, és talán még egy harmadik dolog ide, a bizalomnak a kérdése, hogy ugye bízni magadban, értékesnek érezni, van legbelül tudni, tehát ez a szíved mélyén tudni. Lehet, hogy ő mást mond, de a szíved mélyén neked jó érzés van, akkor a szíved dönt, és a szíved után mész bízni másokban, meg megadni nekik a lehetőséget, a bizalmat. Tehát én úgy vagyok, hogy odadom, ha eljátsza, akkor bye-bye, nem szeretnék vele többet találkozni, de nem az vagyok, hogy jaj, nem adom oda, majd kiérdemled, hát lehet, hogy soha nem lesz a tiéd, őrizgetem, hanem inkább ugye ebben is sebezhetőséget vállalok föl, hogy tiéd a bizalmam, ha visszajössz vele, akkor az téged minősít, én pedig megyek tovább az utamon. És ugye a harmadik... Most is, mint korábban ez a bizalom, ugyanúgy tudod, most is, mint korábban, mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, tehát, hogy ugyanúgy feltárod magad, és odaadod magad? Igen, igen, és egyre inkább merem. Mert bejött a harmadik is, ugye ő benne bízni, ott fönt, mivel már én is megtapasztaltam, hogy annyiszor segít, és annyiszor terel, és annyiszor jót akar, hogy ez a három, az önbizalom, a másokba bízni, benne bízni, ez tényleg tud egy olyan erőt adni, ami visz előre az úton. Hát ez annyira kerek lett, hogy szerintem bármilyen kérdéssel csak elvennénk a kerekségéből. Tehát... Őszintén én 3 órán keresztül tudnám még kérdezni, én is. És beszélgetni vele, de valóban nagyon kerek lett, és nem tudom, hogy van-e még benned, Niki, valami, amit megosztanál a hallgatóinkkal, hogy tényleg úgy érezzék, hogy... Igen, még ez is kellett nekik, és benned volt, és még valami plusz. De hogyha nincs, akkor természetesen... Az se baj, csak... Az sem baj, igen. Ne maradjon benned. Tudjátok, hogy mennyire szeretem a kerek és gömbölyű dolgokat, lufit árulok. Igen. Egyébként igen, annyira jó, hogy ha valami kerek, és akkor most a kerekhez csak egy háromszöget, amit itt mindig a barátaimnak, a csapatomnak is, hogyha ezt a háromszöget egyensúlyba tartjuk, ugye a testi-fizikai állapotunkat, a lelki állapotunkat és a szellemi állapotunkat, akkor gyakorlatilag megingathatatlanok leszünk. És hogyha mindig mindegyikre egy kis figyelmet rakni, egy picit tanulni, picit fejlődni benne, akkor egy olyan
kis stabil egyéniséget el tudunk érni, amivel tényleg jöjjön bármilyen kihívás, megyünk előre és keresztül megyünk rajta. Wow, szuper! Köszönjük szépen! Nyilván ez munka, meg ez nem olyan, hogy csettintésre holnapra mint három rendben lesz, de ebben rengeteg élettapasztalat volt ebben az utolsó. Háromszög, hogy tényleg mindig stabilan áll, nem? Tehát igen, nagyon... három lábuszik. Igen. Köszönjük szépen! Írjátok meg, légy majd kommentben nekünk a véleményeteket. Nikit be meghívom a csoportba, hogy esetleg tudja látni a kommenteket majd, hogyha kíváncsi. Jó, nagyon szívesen válaszolok bármilyen kérdésre. Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok!